Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ebben a kis videómban azt szeretném bemutatni, hogy hogy metszettem én a gyümölcsfáimat. Ja, és mielőtt el nem kezdenénk, el szeretném mondani, hogy csináltam egy kis csoportot a Facebookon, nem? Amelynek az a címe, hogy csemegeszőlő, gyümölcsfa és kertészet fertőzöttei. Józan parasztész! Tehát, oda csak az iratkozom fel, aki nem tud semmit. Miért? Mert én se tudok semmit. De majd kitaláljuk, hogy hogy kell. Nem? Tehát, kezdjük el, hogy mit kéne. Én hogy csináltam. Tehát, ezek is cseresznyefa. Ugye? Hogy metszettem én? Tessék megnézni. Ez 4 éves. Hogy metszettem? Én úgy metszettem, mint a csemegeszőlőt. Miért? Nézzék meg mennyi. Ezek mind. Milyen rügyek vannak itt? Ez mind termőrügy. És miért mondtam, hogy úgy metszettem, mint a csemegeszőlő. Tetszik látni? Ez ilyen váz alakú termesztés. Tehát azt csináltam, hogy kialakítottam itt 1, 2, 3, 4, 5 kart. Ugye? Ezt egy zölden csapra metszettem. Mind a csemegeszőlő. Ennek az az előnye, hogy itt egyből elkezd termőrügyeket csinálni. És innen indulnak a jövőbeli karok. Tehát, avval mit szeretnék mondani? A gyümölcsfának mi a titka? Minden, ami felfele megy, így, az tűzifa. Vagy esetleg gyújtós lehet belőle csinálni. Viszont így 45 fokba ott terem. Csak ott terem. Tehát miért metszettem csapra? Mondtam az előbb is. Elnézést, hogyha ismételem a dolgokat. Ha én itten csapra metszem, tetszik látni itten a betegség. Csak eddig megy be. Nem megy bele a karba. Ide. Így. És innen kiindul a jövőbeli kar. Miért nem lehet kipróbálni, hogy mind a csemegeszőlő? Mit fog csinálni? Nem fog köhögni? Nézzék meg, milyen jól érzi magát. Tehát így távolabbról. Tetszik látni? Így. Itt is, itt vannak a csapok. Itt. Eddig leszáradt, többi megmaradt. Ez mind termő. Nézzék meg, hogy mi termőrügy van ezen. Tessék megnézni. Itt fúlom van. Mi a lényege miért? Tetszik látni a végét. Sose szabad levágni. Mert hogyha én itt levágom, úgy elkezd nőni, mint az állat. Nekem innen kell leszedni a gyümölcsöt. Nem létrára kell másszak, hogy onnan szedjem le a gyümölcsöt. Már kezdünk lassan öregedni. Tehát azt szerettem volna mutatni, hogy metszettem én. Megvannak a karok, csapok. A lényeg az, hogy ne távolodjunk el nagyon a karoktól. Miért? Mert minden jobban eltávolodsz a karoktól, mint a csemegeszőlőnél, ugye? Annál gyengébb a minősége a gyümölcsnek. A maximum az legyen
fél méter, 70 centi. De nem több. Mert onnan már nincsen minőséges gyümölcsút. Már nem tudja jól beérni, be megcsinálni a dolgokat. Értik? Tehát ez a lényeg. Minden, ami felfele megy, tűzgyújtós. A többi oldalra, 45 fokba. Ott lesz anya. Ott lesz anya a gyerekek. Látják? Tehát így csináltam meg. A feleségem mondja, hogy őrült vagyok, mert nézem a rügyeket. Én nézem, de szeretnék elárulni egy titkot. Én még beszélek is, hogy fákkal meg a szőlővel mindenki. Miért? Mert ők látják, hogy jó helyen vannak. Ez az én kis szeretetterem. Ez. Tehát mutassak be más fát is. Lássuk. Itt van egy másik cseresznyefa. Ez másik fajta, ez egy fehér cseresznye. De ugyanúgy van kialakítva, látják? Tessék megnézni. Oldalra kell menni. Nem felfele. Nem megyünk a mennybe. Így, oldalra. Szépen. Nézzék meg. Nézzék meg a csapot. Húszárad le itt. Nem megy bele a betegség ide. Megmarad itt. Úgy. Na lássuk a kis baracvát. Tessék megnézni. Már ügyeznek. Ez szerintem le fog fagyni. De nem baj. Látják, milyen beteg volt. Ezt ingyen adták oda. Mondom, nem baj. Majd csinálok belőle valamit. Nézzék meg. Tudják, mennyi barac volt rajta a tavaly? Milyen lett ez? Milyen lett? Tessék megnézni. Itt a kis szomszédasszony. Biztosan majd 90 éves. Nézzük meg, mit csinál. Metszen a spolyafát. Le a kalappal. Itt van egy kis kakifa. Úgy hívják kaki. Nagyon finom kis gyümölcs. Jó, menjünk előre. Ez a kis diófa. Ezt látták. Nézzük meg a többi fákat. Vannak itt. Tehát elnézést, hogyha recseng, ropog, nyafog a kis kutya a videóba. Már csak a csámcsogás hiányzik, de azt adjuk félre. Ez már. Nézzék meg, mit csináltam ide? Csináltam egy ilyen lyukat. Minek? Egy ilyen gödröt. Tudják, mit szeretnék ebből csinálni? Egy vallipinit. Hallottak róla? Látakarom egy fóliával. Aztán benyomok egy pár kis palántot. Szerintem itt még télen is lesz paradicsom minden. Na mindegy. Ez egy kis vagy cseresznyefa. Ezt még otthonról hoztam. Az unokatestvérem ajándékozta nekem, az erdőrű hozta. Miért tartom ezt itten? Azért tartom itten ezt a kis vagy cseresznyefát, mert ez nagyon jó beborázza a kis cseresznyéket. Nagyon jó beboráz. Itt van egy kis diófa, kis bambusz, egy akácfa. Amit csak úgy kiszedtem az egyik helyről. Tehát, itt van ez a szilva. Nézzék meg, hogy le van metszve csapra, ugye? De az se mindegy, hogy mikor metszve csapra. Ezt tettem, de a cseresznyefákat, azokat zölden metszettem. Csapra. Nem mindegy, hogy mikor metszed, mert ha túl hamar metszed zöld,
zölden, akkor nagyobb hajtást csinál, de hogyha egy kicsit később metszed, zölden ugyanúgy, miután lejött a termés, akkor kisebb hajtást csinál. És nézzék meg, hogy a végeit, azokat meghagytam. Azt nem szabad levágni. Mert hogyha azt levágod, sokkal jobban nő. Látják, itt is ott van. Ott is. És mit csináltam ott? Ami felfele ment, visszavágtam csapra. Eltérítettem. Tetszik látni? Hogy csináltam. Ez a szilvafa, ott van még egy szilvafa. Ez a cseresznyefa. Itt van itten több cseresznye is. Szilvafa. Ez a körtefa. Így lehúzgálom. Ez a kis Jonathan. Mert ez, igaz, hogy ez is felfele van. De hogyha lesz rajta egy kis termés, akkor ez szépen lehúz. Látják a kis csapokat? Idevel, itten levágtam, ő megindul. Megint levágtam. Miért nem lehet így csinálni? Itt van a másik cseresznyefa. Ez körtefa, szilva. Ez a másik Jonathan. Ezt elhiszik, hogy 2 éves. Nézzék, milyen szép. Na ez a jó, ez a jó. Így. Ez a kis szilvafa, látják? Ez fullon van termőrügyekkel. Ez mind termőrügy. Mind. Mind. Ide kellene a gyümölcsök. Ide. Nem oda fel. Ide kellene. Nézzük, ez egy szilvafa. Ez nem vázalakú. Ezt meghagytam így felfele. Tehát itt vannak a kis. De. És rá 50 centire van a második emelet. Így. Így. Látják, mindenhol csapra. Itt levágtam csapra, már elindul. Itt levágtam, elindul. Ezek fognak teremni. Nézzék meg. Így tettem ilyen kis ágakat ide, hogy oldalra menjen, nem felfele. Nekem nem felfele kell menjen. Így. Ez mit akar csinálni? Ki akar száradni? Mit csinál? Levágtam. De ő élni akar. Nézzék meg, mekkora hajtást csinál. Majd bemutatom, mit kell vele csinálni, hogy egy rendes fa legyen belőle. Na, vegyük a barackfákat. 2 éves baracka, mit szólnak? Látják? Ez is úgy terem, mint a szőlő. Az éves hajtáson. Láttam. Nézzék meg, ezeken fog terem. Itt levágtam csapra. Itt. Ezen fog terem. Itt is, ott is. Látják? Így. Ezt még lentről kellett volna csinálni. De már jó van így is, mert akartam menni alatta. Jó, mi van még itt? Ezek is szilvafák. Itt a másik barátra. Látják? Így kialakítom. Így. Itt már nem egyre csap. Ezt erre húztam. Azt arra. Itt vannak a termé. Itt. Ezek. Én. Itt van egy másik cseresznyefa. Ezt már felengedtem. Ott van a második emelet. Úgy. Ez egy másik cseresznyefa. Tudom, hogy ezt is egy kicsit kiebb kéne, így húzom, de hogyha lesz termés rajta, akkor még egy kicsit kiebb jön. Úgy, akkor ezeket már bemutattam a múltkor.
kis oltást is bemutattam. Mandulafába beleoltottam egy jó kis barackot. Nézzék meg, mekkorát néz. Így. És így. Ez egy klementi. Mit csináltam vele? Megfogtam. Levágtam itt. Első évben. Itt vágtam le. Nézzék meg, mit csinál. Milyen szépen. Milyen szép kis koronát csinált magának. Látják, hogy levágtam csapra. Itten. Itten. Nem megy bele a betegség. Nézzék meg. Milyen termő. Milyen termő rügyek vannak itt. Gyerekek. Kell ehhez érteni? Kell hívni valakit, aki össze-vissza kaszabolja. És még fizessünk is érte. Ha én meg tudom csinálni, mindenki meg tudja csinálni. Az ösztönünkre kell hallgatni. Így. Szerintetek jó lesz? Szerintem jó lesz. Nézzétek, milyen szépen. Nő. A kis bírsalma. Itt egy körtefa volt, elmondtam a magát. Ide közöttem jön el. 15 bírsalma volt rajta. Kezdett kiszáradni a körtefa. Levágtam. Kibújt egy bírsalmafa. Ezeket is. Minden ezeket. Mindet ingyen adták. Tudom, hogy itt beteg. De tudják, hogy mennyi szilva volt ezen? Ezek mind. Mind itten. Termőrügyek. Nézzék meg. Le van vágva csapra. Itt. Nézzék meg. Mert ez is az új vesző. Terem. Az új veszélyen terem. Naspolya. Nézzék meg, még nemrég még volt, még ott is van. Ottan leszárad, ottan tessék le. Ottan. Tehát. Így csinálom én. Én nem tanítok senkit. Csak azt szeretném bemutatni, hogy hogy csinálom. Nem lehetünk perfektek mindenbe. Aki azt nézi, hogy írom oda, hogy nem nevezem meg a szakszavakat, meg hogy nyafog a kis drága kis kutyám, az ne nézem el. Tessék, már a szeder is elindul. Tessék. Itt már itt vannak a kis virágok, tessék. Kis fehérek, kis kék. Itt van egy kis pálma, amit a szomszéd kis ember adott. Beloptam ide, nézzék, milyen jó. Érzi magát. Hát itt már banánt is. Lehet termelni. A tegnap beszéltem egy kis kolozsvári kis új haverommal, az Attilával. Azt mondja, figyelj itt a faluba. Már majdnem mindenki a banánfát ülteti. Hát mondom, az nem semmi. Tessék, ezt a feleségem tette magról, még azt se tudom. Narancs vagy mandarin. Szerintem mandarin. Ja, még mit szeretnék mutatni? A kis citromfáma, amit Szardinyából hoztam, mikor voltam ottan. Lefagyott. De Majki, hajt megint, mert élni akar. Ez a jó kis izé, még itten. Ennek olyan illata van, gyerekek. Még most is virágzik. Nem tudom, hogy hívják ezt, sajnos.
Már májusban ekkora gyümölcs van rajta, sárga és citromízű. Nézzék, milyen virága van. Ó, de mi olyan illata van, hogy elájulsz. Ja. Itt van még a kis kapánca, szétszedtem. Tessék megnézni. Ott a motorja. Majd megcsinálom ezt is. Itt egy diófa, amit szomszéd adott. Kiástam, ide betettem. Nézzük, milyen szép. Itt van a kis citrom. Lefagyott. A tavaly is lefagyott. De. Kihajt. Mert élni akar. Itt van egy kis fenyőfa. Aztán ott van egy másik, amit egy kertészetből el akartak dobni. Én mit csináltam? Hazahoztam, és elültettem. Tessék, nézzék meg. Élni akar. Tehát a természet az ilyen. Ja. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a nézettséget, és józan parasztész, mindenki tud metszeni. Sziasztok!